Szeretettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy ülvek, fordítsam. Nem először találkozunk ebben az épületben, illetve más épületben is találkoztunk már hasonló konferencia beharangozó sajtótájékoztatóján. Ez a sok konferencia, amelyet talán a sajtónak és a közvéleménynek is kicsit már nehéz követni, de a szakma nagyon jól követi. Ez pontosan kijelöli és megmutatja azt a szisztematikus építkezést, amelybe kormányzásunk kezdetétől fogva belekezdtünk. Mindez azt szolgálja, hogy a köznevelési rendszert valóban meg tudjuk újítani, mégpedig oly módon, hogy a megújításnak a leglényegesebb szakmai lépései kutatásokon alapuló komoly szakmai munkával tudjuk megalapozni. Ez a mai konferencia a pedagógus életpályával foglalkozik, a pedagógus politikának a leglátványosabb és legnagyobb változást hozó előkészületeiről és haladásáról ad számot az érdeklődő intézményvezetőknek és pedagógusoknak. A pedagógus életpályát a köznevelési törvényben rögzítettük, az alapjait legalábbis. A köznevelési törvényt, mint tudják, 2011 decemberében, tehát lassan másfél éve fogadta el az országgyűlés. Azóta megteremtettük a jogi kereteit mindannak, amelynek a szakmai munkája ezzel párhuzamosan az új Széchenyi terv keretében Európai Uniós források felhasználásával, kutatók vezetésével elkészült. Ma itt az érdeklődő szakembereket arról fogják kollégáim és a projektben különböző szakmai szerepeket hívő szakemberek tájékoztatni, hogy hol tartunk az előkészületekkel, mit fog jelenteni a pedagógus politikában a pedagógus életpálya. Én ennek csak az elemeit röviden ismertetem, hiszen amikor a pedagógus életpályát meghallja valaki, akkor általában a fizetésemelésre asszociál. Ez is egyik lába természetesen, hiszen a pedagógus társadalom megújulása sem képzelhető el a régi kondíciók között, ezért ennek is szerepe van. De mindez csak eszköz ahhoz, amit szeretnénk elérni. Azt tudnélik, hogy a pedagógus pálya biztonságos, kiszámítható legyen, biztosítsa a pályán a fokozatos fejlődést, ennek az ellenőrzését, a különböző szakaszokba való belépés minőségi kritériumokhoz történő kötését, amely egy minősítő vizsgával a pálya elején és egy minősítéssel folytatódik, a későbbiekben pedig újabb minősítések szabad döntés alapján megvalósulhatnak a pedagógus életpályában. Ehhez hasonló elgondolás és rendszer nem volt még korábban a magyar nevelés történetben. Hogy egy hasonlatot hozzak, hogy világos legyen, körülbelül a felsőoktatásnak a felsőoktatásból ismert négy grádushoz hasonlíthatnám a pedagógus életpályának a négy szakaszát, ahol eléggé közismerten ahhoz, hogy valaki egy szép pályát befusson, általában tanársegédként kezdi a pályáját, majd hogyha teljesíti a minőségi követelményeket, akkor adjunktussá előléptethetik, később docensi címet szerezhet, és a pályának a csúcsát a felsőoktatásban a professzori cím jelzi. Ehhez hasonlíthatóan a köznevelés rendszerében a pedagógus majd gyakornokként kezdi a pályáját, ezután tesz egy kötelező érvényű minősítő vizsgát, ezután belép a pedagógus egy kategóriába, ezt körülbelül 7 év múlva újabb minősítés fogja követni, aminek az eredménye az lehet, és reméljük mindenki esetében az lesz, hogy belép a pedagógus kettő kategóriába, majd hogyha ő további fejlődést kilátásba helyezett maga előtt, és kész arra, hogy újabb minősítésre jelentkezzék, akkor pedagógus 3, azaz mestertanárrá válhat, és a pályája csúcsát pedig az jelentheti, hogyha eléri a kutatótanár címet, amivel azt szeretnénk visszahozni, hogy a köznevelés rendszerében legyenek olyan tudós tanárok,
akik a tudományok művelésére is képesek, miközben tanítanak a középiskolában. Ez a projekt, ezeket a lépéseket, ennek a szakmai protokollját, a minősítés eljárás rendjét, a minősítés szakmai kritériumait dolgozta ki, amelyet természetesen nyilvánosságra fogunk hozni, és az egész egy átlátható, kiszámítható, olyan biztonságos életpályát jelent a pedagógusok számára, amelynek több eleme is van, mindezt majd az előadásban fogom részletesebben elmondani. Magáról a minősítési rendszerről, a pedagógus politikáról és a projektről pedig a mellettem ülő két úr egy kicsit talán részletesebben szól majd önöknek. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Nenadik keresztül, és tiszteletel. Jó napot kívánok, köszönöm a szót, nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Ahogy államtitkár asszony elmondta, a közművelési törvény megteremtette az életpálya szakmai bevezetésének lehetőségét. A projekt ezt a bevezetés szakmailag megtámogatja. Nyilván még itt jogszabályi lábakkal meg kell erősíteni ezt a bevezetést. Ez a jogszabályi láb egy rendeletalkotás, egy újabb rendelet, amely azt a folyamatot jogszabályokba ölti, amelyekről államtitkár asszony beszélt. Ennek a jogszabálynak a készítése zajlik a szaktárcánál. Ez a jogszabály az életpálya modell bevezetésének konkrét elemeit, a pedagógusok foglalkoztatásának konkrét elemeit rögzíti, amely segítséget, lehetőséget ad az intézményeknek, az intézményvezetőknek majd az életpálya modell konkrét alkalmazására, illetve nyilván az egész rendszernek, tehát a közművelési azon szereplőinek meghatározza azokat a feladatokat, amely feladatokat az életpálya modell konkrét terepen történő alkalmazása során el kell, hogy végezzenek. Köszönöm szépen, hogy egy technikai információval szeretném kiegészíteni államtitkár asszony és államtitkár úr gondolatait. Tehát az oktatási hivatal TÁN 315, tehát egy európai társfinanszírozású kiemelt projekt keretében dolgozik a pedagógus életpálya modell szakmai, eljárásrendi, közgazdasági, matematikai részletein. Ezt a kiemelt projektet nem önállóan, hanem az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és az Education Non-Profit Kft-vel konzorciumban hajtjuk végre. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladata a szaktanácsadói rendszer kidolgozása, ők segítik majd a pedagógusokat az életpálya fokozataiban történő előrehaladásban. Az Education Kft. Pedig az informatikai hátterét biztosítja majd a minősítési rendszernek. Számos nagymintás kutatás segíti a munkánkat, illetve alapozza meg majd elméletileg és tartalmilag az életpálya bevezetését. Kezdve a gyakornokoktól egészen minden további fokozatig, tehát a kutatótanárokig. Bezárólag megvizsgáljuk a nemzetközi példákat, megvizsgáljuk azokat az elemeket, összetevőket, amelyek meghatározzák számos európai országban a pedagógusok bérének az összetételét, azokat az értékelési elemeket, ami ugyancsak befolyásolja az ott dolgozó pedagógusok illetményét. Nyilván ezek támpontot szolgálhatnak nekünk a megfelelő rendszer kidolgozásához, de természetesen, ahogy mondtam, nagy mintás kutatásokkal saját tapasztalatokat is szeretnénk az általunk kidolgozott értékelési eszközökkel kapcsolatban szerezni. Ez azt jelenti, hogy pedagógus portfólió összeállítását több tízezer pedagógus esetében próbáljuk ki, és próbálunk nekik segíteni abban, hogy milyen lehet az ideális pedagógus portfólió, hogyan tudnak majd tovább lépni egy éles minősítési eljárás keretében. Kipróbáljuk az óralátogatás, az óra megfigyelés általunk összeállított szempontrendszerét. Kipróbáljuk majd a portfólió védést valós szituációban, vagy valós helyzetet modellező szituációban. És ezek alapján, a tapasztalat alapján teszünk majd javaslatot a minisztériumnak arra, hogy milyen szakmai részletek szerint, milyen ütemezésben, milyen matematikai, közgazdasági tényezőknek megfelelően vezessék majd be az életpálya modellt. Köszönöm szépen a tájékoztatást, most pedig teljesen. Takácsai vagyok az Edupestől, azért már kérdésem, hogy a felsőoktatásban mindezt beszövik el, tehát a jelenlegi pedagógusok tanulnak, hogy természetesen az alapképzés és a továbbképzés szoros kapcsolatáról is szól ez a
kiemelt projekt, nem csupán az életpálya modell kidolgozása zajlik a TÁMOP 3-1-5-ben, hanem a pedagógus továbbképzés rendszerét is ebben a projektben vizsgáljuk felül, és alapvető cél, hogy szoros kapcsolat legyen az alapképzés és a továbbképzés között. Ez persze azt is jelenti, hogy a tanárképzésben diplomát szerző hallgatók, pedagógus jelöltek, amikor gyakornoki szakaszba lépnek, akkor mentorok segítségével készülnek majd az előrelépésre, és készülnek majd a pályájuk további elemeire.